Ezen a 2020-as rendőrségi felvételen épp Kótajban foglalnak le a nyomozók 126 g fehér színű masszát és 52 darab szürke színű tablettát. Bár Magyarországon zéró tolerancia van a kábítószert illetően, vagyis nem csak a terjesztés, de a fogyasztás is büntethető, mégis a megye egyik legsúlyosabb társadalmi problémája a kábítószer használat, mondta el Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke a Megyeházán tartott kábítószerügyi egyeztető fórumon. Az eseményen a kisvártai, a tiszavasvári, a záhonyi és a nyíregyházi szakemberek közösen vitatták meg az elmúlt időszak eredményeit és a jövő stratégiáit. A megyei önkormányzat célja, hogy minél szervezettebben lépjen fel a kábítószerkereskedelem és fogyasztás visszaszorítása érdekében. A megyei önkormányzat valóban egy pályázati programban vehetett részt, és ilyen módon néhány millió forinttal már a jövőben is tudjuk támogatni ezeket a tevékenységeket, stratégiai alkotást, a szereplők beazonosítását, egy asztalhoz ültetését, olyan közösségek kialakítását települési szinten az orvossal, kórházzal, a rendőrséggel, a helyi rendőrséggel, az önkormányzattal, az intézményekkel, a szociális ellátó családsegítő szervezetekkel, akik párbeszédet tudnak egymással folytatni, és be tudják azonosítani a problémát, hogy mire kell odafigyelniük, hova kell tényleg rendőr, hol lehetnek azok a gócpontok, amikre figyelni kell, milyen szociális programok szükségesek, osztályfőnöki órákat, hogy lehet tartani, hogy lehet bemutatni ezt a problémát, a ideje korán a fiataloknak, a gyerekeknek, hogy lehet filmvetítéssel szembesíteni a probléma súlyával a gyerekeket, és a legmodernebb eszközökkel. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, a legfrissebb felmérésből az derült ki, hogy a kábítószerfogyasztás nem csak a nagyobb városokban okoz problémát. A kórházi kezelésre szoruló szerfüggők fele a kisebb falvakból, illetve szegregátumokból származik. A bűnüldözés mellett az alpolgármester szerint a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani a szemléletformálásra, illetve felvilágosításra. A legutóbbi felmérés alapján egyértelműen látszott, ugye 722 válaszadóból, hogy stratégiát kell váltani, ami kommunikációs stratégia is, jobban kell a gyerekek felé kommunikálni, fiatalosabban kell, mert nem értik a felnőtteket, a felnőttek meg nem értik a fiatalokat, és így elsiklik egymás mellett a két korcsoport, és arra is rájöttünk, hogy óvodáskortól kell ezeket megtenni sajnos. Lehet, hogy ez furcsának tűnik, mert egy 3-6 éves picike, ő még mit tud a világ ezen részéről, de már fel kell hívni rá a figyelmet, mert bele kell, hogy ívódjon. Mire felnőnek, addig tudják azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem kell kipróbálni, és azt is tudják, hogy vannak olyan dolgok, amelyek van segítsége is. Arctalan, anonim segítsége, olyan szakemberek, akik mindenkitől elzárva tudják a személyes problémáikat kezelni az embereknek. A legfrissebb kutatási eredmények egyértelműen rámutattak arra, hogy a kábítószer használat veszélyeinek leginkább azok a fiatalok vannak kitéve, akik mögül hiányzik a biztos családi háttér, ugyanakkor még a biztos családi háttér ellenére is vannak, akik a közösség kedvéért kerülnek kapcsolatba az illegális tudatmódosítókkal. Sesták Oszkár felhívta a figyelmet, hogy éppen ezért senki nincs biztonságban, miként arra is, hogy a drogfogyasztás nem játék, hanem bűncselekmény.